Az elmúlt héten Gyurcsány Ferenc azt már bejelentette, hogy pártja, a Demokratikus Koalíció nem indít saját főpolgármester jelöltet Budapesten a 2024-es önkormányzati választáson. Az országos együttműködésről is szó esett, a DK csütörtökön közleményt adott ki, melyben szerepel, hogy a Demokratikus Koalíció elnöksége együttműködési megállapodásokat hagyott jóvá a jövő évi választásokra való felkészülés jegyében. Az egyesség szereplője az MSZP és a Párbeszéd is. A megállapodással kapcsolatban megjelent egy lista is az atv.hu oldalán. Ebből az is kiderül, hogy Székesfehérvár nem szerepel azon városok között, ahol megvan a megállapodás a DK és a két említett párt között. A Jobbik konzervatívok úgy döntött, hogy Brenner Kolomant indítja a főpolgármester jelöltként 2024-ben. Augusztus végén pedig arról nyilatkozott Gyöngyösi Márton pártelnök, hogy nem hajlandó együtt indulni senkivel sem az európai parlamenti, sem pedig az önkormányzati választásokon. Akkor arról is szó volt, hogy az önkormányzati választáson a nagyobb településeken a jobbikos jelöltek pártlogó nélkül fognak indulni, ugyanakkor helyi döntés lehet ennek az ellenkezőjéről is. Az, hogy pontosan Fehérvár esetében ez mit hozhat, egyelőre nem tudni. A Momentum EP képviselője, Donát Anna a Szabad Európának adott interjújában ugyanakkor arról beszélt, hogy már tavaly is csak befogott orral tudott egy listán szerepelni a DK elnökével, Gyurcsány Ferenccel, de erre többet nem vállalkozna. A Momentumos politikus azt mondta, a választói akarat kényszerítette ki 2022-ben, hogy közös listán induljanak az ellenzéki pártok. Donát Anna arról is beszélt, hogy a Momentum most olyan szövetség megépítésén dolgozik, amelyhez csatlakozni tudnak azok a pártok, politikusok és civil szervezetek is, melyek szeretnének egy DK-mentes ellenzéket. Emellett azonban azt is hangsúlyozta, hogy az országos és a helyi politika elkülönül egymástól. Kerestük a fehérvári ellenzéki összefogást alkotó pártok képviselőit, hogy megtudjuk Székesfehérváron mire lehet számítani a 2024-es önkormányzati választás kapcsán. Lesz-e együttműködés, és annak résztvevői közé kik tartoznak majd. Ezzel kapcsolatban elmondták, hogy egyelőre nem kívánnak nyilatkozni, a közeljövőben megteszik majd az önkormányzati választással kapcsolatos bejelentéseket.